Drágább bérletek, hidegebb ülések, gyorsabb felvonók, ilyen változásokra számíthat az, aki az idén télen is Ausztriába tervezi a síelést. Az energiaárak drasztikus drágulása miatt nyugati szomszédunkban is különféle intézkedéseket terveznek, hogy ki tudják gazdálkodni a megemelkedett költségeket. A híres bécsi karácsonyi vásár díszkivilágítása is jóval szerényebb lesz a megszokottnál. Már összeszerelték a híres adventi vásár bejáratát a Bécsi Városháza előtt. Az óriási gyertyák fényét és a diszkivilágítást két hét múlva kapcsolják fel. Néhány éve még fényárban úszott Bécs belvárosa a karácsonyi időszakban. Európa egyik leglátogatottabb adventi forgataga azonban idén más lesz, mint az elmúlt években. A híres bécsi kivilágítást is szűkítik majd az idei karácsonyra, ez azt jelenti, hogy csak ledes izzókat szerelnek majd fel a Rathaus-placra és környékére, azonban egy érdekesség, hogy idén 40 fával kevesebbet fognak majd feldíszíteni, és ez a fényfűzér, ez a pazar kivilágítás egy órával rövidebb ideig fog majd idén üzemelni. Az elmúlt években heteken át rengeteg volt az árus és a kézműves a bécsi adventi vásárban, ez is jelentősen megváltozik idén. A korábbinál jóval kevesebb árus lesz. Az árusoknak ugyanis sokkal drágább idén kiállítaniuk a portékáikat. A termékek is drágultak, a fuvar költségek is és a bérleti díj is. Sokan pedig azzal is számolnak, hogy vevőből is kevesebb lesz idén, elsősorban a szankciós infláció miatt. Egy osztrák férfi a híradónak arról beszélt, hogy az infláció és a magas a rezsi költségek miatt sokan nem engedhetik majd meg maguknak, hogy itt vásároljanak. Az átlagos osztrák háztartásoknak érezhetően drasztikusan növekedtek a rezsi költségei az utóbbi hónapokban, és sajnos nem látszik javulás. Véleményem szerint az infláció miatt az átlagbérből élő emberek egyre jobban odafigyelnek a mindennapi költségeikre is, mondta a Bécsben élő férfi. De nem csak a karácsonyi idény, hanem a sí is más lesz Ausztriában. Erről az osztrák nemzeti idegenforgalmi hivatal egyik vezetője beszélt a pénztentrumnak. Oszkár Hinteregger szerint a sípályák üzemeltetői várhatóan kentik majd a hóágyuk és a fűtőberendezések használatát, és a világítást is hamarabb lekapcsolhatják. A tervek szerint a felvonók gyorsabban járnak majd, mert az gazdaságosabb, és az ülésfűtést is lejjebb tekerhetik. Szakemberek azt mondják, akik ausztriai telelést terveznek, azoknak a tavalyihoz képest 10-15 kal drágább költséggel és 20 kal magasabb éttermi költségekkel kell számolniuk most télen.